Sziasztok! Linky Zuda vagyok, bemutatom nektek a kb. Egy szovjet heavy tankot. Mit is mondjak róla, egy 600 lóerős motor van benne. Szovjet motor, ami 40-50 km per órás sebességgel tudja hajtani a gépezetet. Páncélzat a többihez képest elég vékony, de ez kiegyenlíti a 122 mm-s ágyúja, ami egy rettentő szörnyi tudja alakítani. Hát nézzünk egy csatát róla. Hát ez egy hatos csata. Itt van egy top 2-es tank. Ez egy prémium. Remélhetünk velünk lesz a szerencse. De ez, amint fogjátok látni, ez nem úgy lesz. Vesztes csata. Hát sivatag nem az erősségem, szóval. De okozhat meglepetést ez a tank, szóval az a 122 mm-s ágyú. Vagy nagy ütüt, vagy semmit. Hát, láthatjátok, hogy hegyen emelkedőn is tartja az a 37-38 km/h sebességet. Na, társam nem volt ebbe a csatában. Látszik, hogy fel vannak sorakozva, be vannak állva sniperesnek. Ez volt a csata vesztje. Nem támadott majdnem senki. Ott az M7-es figurázik. Itt a top 2, amiről beszéltem. Bazi nagy tank, szóval, hát ő is heavy, prémium. De könnyen levadászható. Erős tank, erős, na. Nekem még nem volt. Nem is lesz, szóval. Nem hallottam róla sok minden, de egy csatában rásebeztem rá 400-at, szóval. Nem hiszem, hogy olyan kemény legyen a páncélja. Hát azt nem hiszem, hogy el fogom tudni lőni. Nézzük azt az M7-est. Annyit néztem, de nem lőttem meg, azt hittem, hogy meglövik, és akkor enyém lesz a pont. De nem így lett, elbújt. Hát, kellett volna lőjek egyet legalább belé, szóval. Az én hibám. De lőttem volna, akkor észrevettek volna ott a tüzérség és minden, de jó lett így. Ott van. Hát, ez felé ment egy kicsit. A 122 mm-s ágyúnak a hátránya az, hogy 16 másodpercet tölt, ez elég hosszú idő. Ezért jó sniperesnek beállni legtöbben, vagy olyan helyre, ahol nem tudnak hátba támadni, mivel hát ez a 30 másodperc, amivel körbeforog a tornya, az elég lassú. Ez a legénységtől is számít, szóval vadásszák ezt a tankot nagyon, mert az ágyú nagyon erős ott rajta. Azaz. Megvan az első. Lehet látni, mekkorát üt belé egy M7-esbe. Na, kaptam egyet, lánctalp. Támadják itt a hegyet. És engemet. Nem értem, mi ott a másik tank is. Ott vannak a többiek. Miért pont engem? Hoppá. Azt nem látom, hogy honnan lőnek. Azt kéne majd megnézem, hogy honnan lőnek. De nincs egy felderítő, ami elmenne egész addig. Az a PZ3 nagyon könnyen át tudna oda menni felderítőnek. Te páncélvadász. Ott egy KV1-es. Hát ebbe is bele lehet számítani egy olyan 300-at.
lehet látni, milyen lassan tör. 15 másodperces hosszú idő. De... na. Ez az enyém. Hát, ez egy kicsit mellé ment. Elsiettem a lövést. Remélhetőleg nem lőnek addig ki. Nem is fognak. Erőnnel lőjétek ki. Az enyém. Meg. Na és itt lesz az a pillanat, amikor engem hamarosan ki fognak lőni. Igen. 111. Na nézzünk egy következő csatát. Ez egy ilyes. Ez egy hetes csata. Hát, ez a pálya se az erősségem. Majd látni fogjátok, hogy hogyan erőlködök egy hetes páncélvadászt átütni, de nem sikerül. Pedig zöldet mutat a célzó. De nem megy neki. Ez elment arra felé, én megyek, próbálom erre közelíteni a helyet. Védjük be ezt a szírtet, szóval remélhetőleg nem lesz könnyű dolgunk. A másik felét remélhetőleg védni fogja. Akkor reménykedjünk abban, hogy még lesz a csata. Látni fogjátok végre egy győztes csata, amit sajnálatos módon túlélek, azt hiszem. Hát nem vagyok biztos. Na ott az a... Na, azt elkúszítottam a stúgot. Kemény stúgnak pont annyi életem, mint amit én tudok ütni. Hát a stúg is. Nekem volt egy stúgtankom. Meg is van még. Elejértem először Top Gun-t. Ott egy... Hú, az a 362, az kemény sebzés volt neki. Csodálkozok, hogy nem vonul vissza. Na, de megjött a... hetes tankunk, amit én a jó Istenbe se tudtam átütni. Aranybolyóra nincs pénzem, de nem hiszem, hogy át tudtunk menni. Öltem már meg én tigrist is, de ez nem sehogy se akart átütni. Sors iróniájának számító, van ez így. Zöld, és nem sebzik. Lepattal. Vagy elég kemény, erős frontpáncélzata van annak a francia tanknak, de... Leláncolták, szóval üthetné. Még annyi élete van, de sehogy se jön, ha akar bejönni nekem az alizi. Te páncélvadász. Próbálom elkapni, hogy ne ugyanott lőjen meg. És megint nem is kerül. Ekkor adtam fel én. Lőjétek le. Elég kemény, erős. Az lett az enyém. Átváltottam egy másik páncélvadászra. Az itt a szovjet. Eső. Az enyém is lett. Eddig a Nívó két páncélvadász lőttem ki. Két hatos, nem, két ötös, bocsánat. Próbálunk előre törni, kis valamelyik lelőtte azt, ahogy mondják ott. Ezt megátkozott tankot. Kéztemető van itt, hallott, kéztemető. Itt van a T-29-es is. Ezt a két pattanást a fején lehet lőni már. Nagyon erős páncélzata van. Ezt a tankot én csak. Hát az elején, ameddig megszokjátok, az... ameddig eléritek a 122 millis ágyot, addig van nektek egy troll ágyutok, egy 85 millisetek, de azokkal nem nagyon sokra mentek. Na, itt nyertük meg a csatát, még azt hiszem.
tankot kilövik, és megnyertük. Ez a 940-es össz damage, amit adtam. Elég szép 3 golyóval. Ez itt már egy 8-as csata. Itt is láthatjátok, hogy megállja a helyét egy 8-as csatában a tank. De sajnos ez is egy vesztes csata lesz. Amit látni fogjátok, hamar kilőnek. Vadásszák a KV1-est. Nem is azért, mert olyan erős tank, hanem erős tank, mert ott van rajta az a 122 milis. Nagyon dicsérik, nagyon figyelmetes, mindent átüt. Hát nem épp mindent, már láttátok, hogy azt nem ütötte át, de kell tudni hova lőni. Lehet elsiettem a dolgokon, de ez így lesz. Szépen. Ott láthatjátok, ott van fenn egy Cromwell és egy KV1-es. A KV1-es próbál meglőni, de elbújt. Eltűnt a radarról. Ez annak is köszönhető, hogy még nem fejlesztettem ki a 7-es, a 6-os szintű rádióma. Cromwell próbál engem lőni. Kisebb-nagyobb sikerrel. Mellém lőtt. Kicsit óvatosabban neki tudja. Szegényt ott megsorozták jól, meggyulladt. Egy HP-val belélőtte is. Egy 8-as. 8-as lázában. Na egy 8-asba is belesebzek. 363-at. Na, még egyet. Közben kapok én is valahonnan egyet a Cromwell-től. Most tudnám meglőni, de azt hittem ott megáll. Elment. Ez is benne van a játékban. Közben a Cromwell engem keményen lő. Megjött a KV4-es erősítés. Na itt van egy KV1-es troll ágyú volt, ez is 122 mm, de ez 5-ös ágyú. Nem olyan erős, mint a... Ez a 7-es szintű 122 mm. Tud nagyokat ütni az is. Hű marad elődjéhez ez a tank, mint a KV1-eshez, de erősebb ágyúval van felszerelve. Kinyerete majdnem ugyanaz, gyorsabb a toronynak a forgási sebessége, gyorsabban mozog, nem az a lassú tank. Itt leszek egy kamikázé. Ott ment el egy IMX, francia kacsa. Közben itt a seggembe. Azt is kerüljük. Itt hamarosan végem lesz. Láncolnak engemet. Csatát elvesszük, mert ott fenn nem lesznek. Nem tudják uralni fenn ezt a hegyet. Ott van fenn még aligon élete, szegénynek kilódik. Azt a tankot is csak a Szentlélek tartja életben, de küzd. Ott egy 8-as szintű heavy. Nem ismerek rálőni, mert tudom, hogy úgyse érnék semmit. Az IMX-el. Erős frontpáncélzata van. És ennyi. Na, végre egy 6-os szintű csata, amit igen elsüllyedtem, nem tudom miért. Már azt hittem, hogy ott nincs senki, de kiszednek, aztán majd látható lesz. És ez lesz az a pillanat, amikor még egy 6-os szintű páncélvadász, német páncélvadászról lepattan.
az üledék. Lehet elsiettem a lövést, én nem tudom. Ezt a pályát csak a másik irányba szeretem, amikor erre felé lövök. Innen egy kicsit szokatlan. Mindjárt megjelenik a páncélvadász. Erősítésem. De inkább azt a felét védik, szóval engem rám nem figyelnek. Megjött a Churchill. 7-es. Fenn a hegyen már folyik a harc. Itt jön is. Ma itt pattan le. Le a azért. Nem tudom, mi van ebben a játékosban, de jön felém. Próbál felderítő lenni. Nem tudom, egy alig gyorsuló hatosan, tudom milyen. Itt egy 412 szépen belé sebzek. Ellopják a pontomat. Pedig mire feltölt, ide jön és lelőjük. Elém őnek, nem tudom, hogy honnan, azt hiszem onnan a Churchill van ott. Igen, Churchill. Ő lőtte le szételen szalpamat otthon, nem tudom megülni. Igen. Nem elég pontos az ágyú. Megyek előre, nem tudom miért mentem ott előre. Maradtam volna a fedezékben, szedtem volna. Ja igen, ezért jöttem én. De közben kiszednek. Meglátom ott a tárolat, és bennem. És itt lesz a vége. 16 HP-n van, szóval akármennyi meg tudnám lőni. Igen, és ennyi. Hát... itt elég erős tank. Ez a KV-1-es. Egy tigrisbe is bele tud sebezni. 300-at, könnyen átut egy 7-es tankot, egy tigrist, aminek elég kemény oldal és frontpáncélzata van, ez a 122 millis. Hát ez addig lesz unalmas a játék egy kicsit, de ne adjátok fel, mert megéri. Én is mondtam, hogy inkább kifejlesztem a T-150-es mindezt, de meg akarom szerezni ezt az ilyes tankot, sokat hallottam róla, kemény erős tank. Aztán majd idővel kifejlesztem a T-150-est, azt is bemutatom majd nektek. És ennyi lenne. Majd még jönnek a következő videói. Köszönöm a figyelmet. Link Zulu volt a, és ez itt a KV-1-es szovjet T-Heavy Tank.